A tegnapi videóban bemutattam nektek a legújabb ládát, a Trophy Boxot, viszont azóta kiderült, hogy érkezik egy másik, teljesen új láda is. Ráadásul mindenki, igen, én is és te is kaphatunk belőle 10 darabot, teljesen ingyen. Mindjárt el is mondom, hogy hogyan, illetve ezen kívül is kiderült rengeteg érdekesség, szóval mindenképp tarts velem, hogyha nem akarsz lemaradni. Ha pedig örülsz, hogy mindig elhozom a friss és érdekes Brawl Stars-os információkat, azt mindenképp jelezd egy lájkkal, iratkozz fel a csatornámra, ha még nem vagy. És nagyon fontos, hogy nyomd be a feliratkozás gomb mellett a kis csengőt is, hogy soha nem maradj le az izgalmakról. Hát nagyon ritkán látunk ilyet, nem is tudom, hogy volt-e már erre példa, hogy egy napon belül 2 új videó is felkerült a Brawl Stars hivatalos csatornájára. A tegnap feltöltött új tartalom a Brawl Stars jövőjéről szól, és arról, mik érkeznek majd 2025-ben. Ezt is mindenképp meg fogjuk nézni és ki fogjuk elemezni, viszont előtte a legeslegújabb videóra fogunk rámenni, ugyanis ez sokkal aktuálisabb, és itt derül ki például az új ládáról is minden érdekesség. Láthatjátok itt az indexképen, hogy itt Danny nagyon szomorkodik, és itt az új láda már ott is ficcen, de már így gyanús lehet, hogy van egy másik indexkép is, ahol egy ilyen ijesztő Star Park fejű valaki mutatja ezt a ládát, úgyhogy lesz itt egy kis teóriás vonal is, azt kell, hogy mondjam, ugyanis a videóban is lesznek elég durva dolgok, illetve már a címben is láthatjuk, hogy 10 darab halott láda, úgymond dead boxot tudunk majd megszerezni ingyenesen. Na de nézzük, hogy pontosan miről van szó. Itt Danny mondja is, hogy érkezik egy új láda, ahogy láthatjátok, így néz ki ez az új ilyen halott láda nevezetű láda, ami nyilván a Halloween miatt érkezik a játékba, azért ilyen ijesztő, ilyen spooky, és itt a következő képkockán pedig már láthatjuk is, hogy 10 darabot fogunk tudni belőle ingyen megszerezni, de ez azért nem biztos, csak eléggé valószínű. Mindjárt elmondom ezt is, hogy pontosan miért, de már itt is láthattátok, hogy egy ilyen Star Park fejű valami így beugrik a képbe konkrétan. Eléggé ijesztő, de többször meg fog még jelenni, úgyhogy erről majd beszélünk. A lényeg, hogy a Dead Game, azaz a halott játék nevezetű event érkezik a Halloween alkalmából. Nyilván erről majd a következő Brawl Talkban részletesebben fognak beszélni, ami egyébként szinte biztos, hogy jövő szombaton, október 26-án érkezik. Na de itt a videóban pedig láthatjuk, hogy Danny és Márcio konkrétan így ki vannak láncolva valahova. Már itt is elég érdekes, hogy ez vajon mi a franc, és meg is jelenik egy ilyen tévén ez az ijesztő Star Park fejű figura, és látszik, hogy eléggé félnek tőle, viszont megtudhatjuk, hogy hogyan tudjuk is megszerezni majd ezt a különleges halott ládát, ahogy láthatjuk itt is egy eléggé ilyen ijesztő kéz, amiből kiállnak ilyen drótok, meg mindenféle dolog, az mutatja itt be nekünk egy ilyen robot kézszerűség. Itt tudhatjuk meg, hogy pontosan milyen jutalmakat fogunk tudni kapni majd, például duplázott krediteket, duplázott XP-t, hypercharge dropot, duplázott star dropokat, tehát az azt jelenti, hogy egy nap nem 3-at, hanem 6-ot tudunk majd ingyen megszerezni, és a legvégén pedig, hogyha sikerül összegyűjtenünk a 20 milliárd killt, amit ugye összeadódik az összes játékos killje, tehát az a lényeg, hogy játszatok a játékkal és öljetek meg sok embert, és akkor gyűlik szépen ez a cucc, akkor pedig a 10 dead boxot fogjuk tudni megkapni mindenki, aki csak játszik a játékkal, még akkor is, ha nem killeltél, de nyilván, hogyha segítesz a közösségnek, akkor gyorsabban haladunk. Ez egy ugyanolyan idéglenes event és idéglenes láda lesz, mint például a sárkánytojások, vagy éppen a visszatérő megaboxok. Egyébként hasonló is lesz a megaboxhoz maga ez a halott láda. De mindjárt meglátjuk azt is, hogy mi lesz a különbség, viszont ha itt megállítom a videót, tökéletesen látszik, hogy Pennynek hypercharge-ja van. Úgyhogy egy karakter már biztosan megvan, aki hypercharge-ot fog kapni a következő Brawl Talkban, ami ugye valószínű jövő héten lesz. Illetve itt kicsit még hamarabb a videóban láthattuk Ruffs-ot is, hogy neki is hypercharge-ja lesz, vagyis hát itt már van a gameplayben, szóval érkezni fog. Szeretik az ilyenekbe elrejteni, amikor senki nem figyel ezekre, de én figyelek, srácok, ne aggódjatok, úgyhogy Penny és Ruffs hypercharge érkezik. Írjátok meg, hogy szerintetek mi lesz a hypercharge-juk, illetve hogy milyen karaktereknek örülnétek még, hogyha hypercharge-ot kapnának a jövő héten. Na de nézzük tovább, hogy pontosan mi is lehet ezekben a halott ládákban. Nyilván lehet coin, gadget, star power, mindenféle dolgok, illetve hypercharge-ok is, akár már ugye az új hypercharge-okat is meg tudjuk majd szerezni. Nyilván egy legendary karaktert mutatnak, akár legendary karaktert, vagy bármilyen karaktert is lehet belőlük nyitni, viszont azt nem említik, hogy például skinek lehetnek-e benne. Nyilvánvalóan jöhetnek a kedvenceink, a profilikonok és a sprék, amik ilyen különleges halloween-iek lehetnek, szóval nem jöhet akármilyen, csak halloween-i. Ugye ez volt a sárkánytojásoknál is, hogy limitált dolgok jöhettek ki belőlük, például a Brock skinek, illetve most derül ki, hogy de bizony skinek is jöhetnek belőlük, ezek a limitált halloween-i skinek, mint például ez a nagyon extra Dynamite, ez a Pam, illetve itt van még ez a Gas skin is, ahogy látjátok, ezt nem látjuk annyira. Azt tudom, hogy ez a Pam skin egyébként 149 gemes, ez a Dynamite skin 79 gemes lesz, ahhoz képest szerintem elég menne, és a Gas is 79 gemes, valamint lesz még két 30 gemes skin is, amit itt most nem mutattak, Colette-re meg talán még valamire, de megint itt van ez a Star Parkos figura, srácok, nagyon-nagyon ijesztő, de erről egyébként majd a következő teóriás videóban részletesebben is fogok beszélni, viszont egy dolgot mindenképpen kifejtétek, az pedig nem más, mint hogy látjuk, hogy konkrétan itt Márciót, a Brawl Talkokban gyakran szereplő figurát, konkrétan itt felgyújtották. Látjuk, hogy itt lángol, Danny pedig
pedig Viga mondja a következő érdekes információkat, de aztán itt láthatjuk, hogy Márció továbbra is lángol a háttérben, később pedig megtudjuk azt is, hogy október 31-én fog kezdődni ez az event, de egyből megint itt van ez a Starparkos ijesztő figura, és az előbb a háttérben lángoló Márció meghalt, ahogy láthatjátok, itt van a sírja, alapból nagyon creepy a felirat, úgy halt meg, ahogy élt. Az van kiírva a sírjára, ahogy láthatjátok, majd pedig Danny Vegan elkezd itt a temetőben beszélgetni, és Márció pedig felnyújtja a Brawl Stars a telefonján, és egyszer csak újra éled. Azt gondolnátok, hogy ennek nincs olyan nagy jelentősége, és ez csak egy ilyen kis vicces Halloween-i cucc, de láthatunk már ilyesmire példát a teóriás videóimban. Láthatjuk a felvételeken, ahogy Shelly lelövi Dynamite-ot. Dynamite bizony meghalt, a bokrokban fekszik. Majd pedig láthatjuk a felvételeken, ahogy Dynamite megjelenik, és Shellyék el se hiszik, hogy ezt az embert most ölték meg, és mégis itt van. Úgyhogy ez egy elég durva Starparkos utalás, és érkezni is fog hamarosan az újabb teóriás videóm, úgyhogy ezért is érdemes feliratkozni, hogy le ne maradj. Ha pedig fogalmat sincs, hogy pontosan miről van szó, és lemaradtál volna a Brawl Stars sötét titkáról, akkor mindenképp csekkold az eddigi teóriás videóimat, ha még nem tetted volna. Na de a lényeg, hogy én már nagyon-nagyon várom ezt az eventet, és nagyon várom már, hogy kinyithassam ezeket a ládákat, ugyanis nyilván én rengeteg különböző fiókon több százat fogok kinyitni, lehet megint várni izgalmas párbajokra is. Írjátok meg a de mindenképp, hogy nektek mennyire tetszenek akár az új Halloween-i skinek, melyiket akarjátok majd mindenképp kinyitni ezekből a halott ládákból, illetve hogy kivel csapjak össze egy hatalmas nagy láda párbajban. Na de mielőtt még rátérnénk a másik új videóra, ami konkrétan a Brawl Stars jövőjéről szól, és már a jövő évbeli terveket is bemutatják benne, és van egy-két rejtett dolog is, amit nyilván ki fogunk elemezni és meg fogok mutatni. Előtte mutatnék nektek még egy érdekes dolgot a Supercell FunKit oldalán, amit már többször is mutattam nektek, az a lényeg ennek az oldalnak, hogy minden Brawl Stars-os kép fent van minden karakterről, minden pinről, viszont természetesen itt is szoktak elrejteni érdekes dolgokat, például itt a Ragnarökös seasonben még hónapokkal ezelőtt volt egy full random tojás, amit senki nem értett, hogy hogy kerül ide, csak így véletlen ugye így bekerült, és később jött egy ilyen pin, valamint ugye a Ragnarökös season után érkezett a Godzillás, amikor már mindenkinek egyértelművé vált, hogy mik is ezek a tojások pontosan ugye az egész sárkány tojásos eventre utalt. De nem ez volt egyébként az egyetlen példa, már jóval a Spongyabobos event előtt elrejtették Spongyabob övét, szintén egy ilyen profilikonszerűségen. És a legújabb Scary Tales-es seasonben is van egy elég fura dolog, nem vagyok benne biztos, hogy ez szintén egy ilyen elrejtett információ, viszont láthatunk egy ilyen könyvet, egy ilyen Star Park logóval, amire még ki fogunk térni a mai videóban, de már ugye ebben a halott ládás videóban is feltűnt a Star Park, eléggé random, ami így eléggé furcsa, és tényleg nem illik bele a mostani koncepcióba ebbe a seasonbe, és több mindenre is lehetne gondolni ezzel kapcsolatban, viszont ezt még nem lőném le, nézzük a másik videót, amit kiposztolt a Brawl Stars, és szóba fogom majd hozni. Itt arról beszél Frank, hogy van egy ilyen úgynevezett roadmap, egy ilyen tervrajz minden évben, ahol bemutatják azt, hogy mik jönnek majd a következő évben a játékba. És ezek általában tényleg meg is történnek. Itt látjátok például a tavalyit, ahol elég jól felismerhető például a Hypercharge-ok, a Ranked beérkezése, sőt még a nemrég megjelenő Hypercharge skinek is, szóval ez tényleg bemutatja azt, hogy egy éven belül körülbelül mire lehet számítani, nyilván így lerajzolva, úgy, hogy igazából találgatni kell azért a dolgokra, nem lehet egyértelműen kitalálni, de rengeteg érdekesség van itt elrejtve. És most először kaptunk egy ilyen verziót erről, hogy nem csak egy kép, hanem egy egész videóban magyarázza Frank, hogy pontosan mire is lehet számítani. Először is arról beszél, hogy ugye volt a Godzillás event, a Megaboxos, és a mostani is jönni fog ezek ilyen idéglenes eventek, amikor vannak ilyen idéglenesen kinyitható dolgok, viszont a játékosok azt kérték tőlük, hogy legyen sokkal több olyan event, ami nem idéglenes, hanem olyan dolgok is jöjjenek a játékba, amit jobban megéri megvenni, mert örökre bent maradnak. Ezért Frank azt mondja nekünk, hogy a jövő évben sokkal több olyan update lesz az idéglenes eventek mellett, amik hosszú távon is izgalmasak lehetnek. És itt van egy elég vicces jelenet, ahol elmondja, hogy vannak olyan dolgok, amik már nem annyira izgalmasak, mint régen voltak, és azokat meg fogják változtatni, például... Például a Megapiget. Úgyhogy valószínűleg a Megapig ilyen formában, ahogy most létezik, ki fogják venni a játékból, és valamiféle más rános event lesz, nagyon-nagyon kíváncsi leszek. Ezután pedig a videó első felében főleg azokról a dolgokról van szó, amiket már tudunk, ugye amit a tegnapi napon már láthatatok is, hogy elmondtam, például az új láda megjelenése, amiből nem Frank fog kinyílni, hanem rengeteg remélhetőleg nagyon jó dolog. Ha a tegnapi videót nem láthatok, mindenképp nézzétek meg, mert ott egy teljesen másik új láda, ami nem csak idéglenes, hanem örökre bekerülő ládáról beszéltem, azt is
meg fogjátok tudni szerezni többek között ingyen egyébként. Viszont ezután végre elkezd beszélni a Pali a jövő évi dolgokról is. Azt mondja, hogy az első 2025-ös update-ben, ahogy itt látjátok is kiemelve, a ranked és az esportos dolgok fognak főszerepbe kerülni. Valószínűleg lesz valami esportos skin, amiből láthatunk már többet is a játékban, vagy akár valami event, ahol ingyen jutalmakat lehet szerezni, ugye az esport meccsek nézésében, illetve valamit a rankedben is átalakítanak, ami szerintem még izgalmasabb. Nem tudom, hogy ez pontosan mi lehet egyébként, megmondom őszintén. Szerintem nem működik egyébként rosszul a ranked szisztéma, elég sokan játsszák, és elég sokan így rápörögnek, tényleg rátryhardolnak. Annyira azért soha nem fektettem bele sok időt, úgyhogy lehet, hogy valami olyan jó dolog bekerül, amitől még jobban megjön a kedvem, az király lenne. De itt később egyébként megemlít egy-két konkrét dolgot is Frank, például, hogy milyen rossz az, amikor a ranked droppokból szutyok szar dolgokat nyitunk. Ugye csomó ilyen mém is született, hogy valaki, aki bronzba vagy szilverbe van, jobb skineket megszerzett, jobb ranked skineket a droppokból, mint aki akár masterbe felpussolt. Úgyhogy akarnak egy olyat csinálni, hogy egy fix szám, tehát mondjuk 10 vagy 20 kinyitott ranked drop után garantáltan kapjál valami jutalmat, például egy ranked skint. Ami egy nagyon jó ötlet, úgyhogy ez már is egy király dolog lenne. Aztán a második jövő évi update-ben, ami 2025 áprilisa körül érkezik, megint csak lesz egy kolab, mint ugye a spongyabobos. Vajon mi lehet ez? Ezt kérdezi tőlünk Frank. Nyilván, ahogy majd minél közelebb kerülünk, egyre több mindent fognak elrejteni, egyre több apróság lesz, amiből egyre közelebb leszünk ahhoz, hogy kitaláljuk. Aztán jövő nyáron szeretnének majd foglalkozni egy kicsit a Mastery-kkel, hogy kicsit könnyebb legyen eljutni a végére, akár több jutalmat lehessen egy karakterrel megszerezni, amikor a Mastery-ket gyűjtöd, ugye? Illetve a nyáron még egy kollab, még egy együttműködés várható. Viszont a legizgalmasabb dolgok a videó végén vannak, ahol azt mondják, hogy egy év múlva ilyenkor pedig szeretnének valami nagyon extra, nagyon különleges dolgot csinálni, és a háttérben pedig egy ijesztő, mosolygós Star Park logót láthatunk, ahogy éppen épül valamiféle bánya, vagy valamiféle ilyen furcsa, vulkánszerű cucc. Ez is eléggé durván kapcsolódik a teóriákhoz, ezt is majd meg fogom említeni a legújabb teóriás videómban. Elég furcsa, hogy itt pontosan mire lehet számítani, de érdemes megfigyelni a kisebb részleteket is, például itt is van egy box, egy láda, ismételten, illetve a Brawl Pass-szel kapcsolatban is itt van egy kis furcsa rejtett dolog, szóval nem csak arra érdemes odafigyelni, amiket elmond, hanem itt a háttérben a szürke dolgokat is meg lehet nézegetni. Viszont még ennyire nem akarunk a távoli jövőre gondolni, viszont mégiscsak a Halloween-en már kicsit túllépünk, és a karácsonyi update jön szóba, akkor érdemes megfigyelni azt, amit Dandy Stuffs posztolt ki Twitterre. Eszembe se jutott volna, de tök jól összeszedte, hogy 2020-ban karácsonykor kaptunk egy ingyen brawlert a shopban, ugye ez volt Edgar, akit mindenki ingyenesen beklémelhetett, és hatalmas káoszt okozott a játékban. 2021-ben egy challenge-ben lehetett karácsonykor ingyen karaktert megszerezni, ez a Sam Griff volt. 2022 egy questtel lehetett ingyenes karaktert megszerezni karácsonykor. Na ez ki a franc volt? 2023-ban tavaly pedig Mikót lehetett ugye ingyen beklémeni a shopban, úgyhogy most 2024-ben vajon folytatják ezt a 4 éves hagyományt, és ismételten vagy egy community eventből, amik ugye most nagyon népszerűek, és most is ez a ládás érkezni fog, vagy akár egy questtel, challenge-el, vagy akár ugye a shopban ingyenesen lehet, hogy megint lesz majd valami megszerezhető karakter. Ez is valószínűleg kiderül a jövő heti Brawl-tokban. Nagyon kíváncsi vagyok, nagyon király lenne. Ami még érdekes lett ebben a videóban, hogy a mapmakert is kicsit át akarják alakítani. Körülbelül jövő év közepén valószínűleg minden karakterre érkezik Hypercharge, és onnantól kezdve az új karakterek már úgy fognak kijönni, hogy már Hypercharge-uk van, ami szintén egy tök király dolog, illetve arról is beszél Frank, hogy a Trophy Roadot is át fogják kicsit alakítani. És itt jöhet szóba ez a könyves kép, ugyanis egy csomóan azt gondolják, hogy valamiféle story mód érkezhet a játékba, valamiféle kis történetet, ha már egy könyvről van szó, tudhatunk meg akár a Star Parkról, ugyanis ebben a videóban egyébként Frank többször is kimondja, hogy a Star Parkkal kapcsolatban érkezni fognak dolgok, illetve a háttérben is elég gyakran megjelenik a Star Park logó, úgyhogy lehet, hogy az izgalmas, rejtélyes és ijesztő teóriák is visszatérnek. Viszont ezt még nem tudjuk pontosan, ami biztos, hogy ide a csatornára visszatérnek a teóriák, illetve rengeteg izgalmas tartalommal érkezek még nektek, ha kiderül valami rejtett dolog érdekesség. Ahogy mondtam, mindenki ír le a véleményed a komment szekcióban az összes érdekességről, ami elhangzott a videóban, ha pedig valamit kihagytam, azt is nyugodtan jelez, hogyha pedig most azonnal szeretnél még egy izgalmas Brawl Stars videót megnézni, akkor csak kattints ide, és csekkold le. A YouTube azt ajánlja, hogy ezt a videót kéne megnézned.